Totális gazdasági katasztrófától tart a DK, ha a kormány nem kezd azonnal érdemi válságkezelésbe. A párt arra szólítja fel a kabinetet, hogy számoljon el tételesen, mire költi az uniós válságkezelő forrásokat. Skype-on kapcsoljuk Molnár Csabát. Jó estét kívánok a DK uniós képviselőjének, köszönjük szépen, hogy tudunk beszélni. Ugye az apropója a beszélgetésünknek az egyik az az, hogy egy 180 milliárd forintos támogatásra döntött az Európai Bizottság, amit az önök közleménye szerint magyar munkahelyek védelmére lehet felhasználni, 18 hónapon belül kell lehívni, részfoglalkoztatás, adócsökkentés, egészségügyi kiadások finanszírozása, tehát sok minden benne van a csomagban, ami a járvány miatt időszerű lenne. Mit gondolnak, ehhez most a kormány hozzá fog nyúlni, vagy ennek bármilyen feltételrendszere van, ami miatt távolságot tartunk? Ezt muszáj lesz elkölteni a kormánynak, mert semmi másra ezt a dolgot elkölteni nem lehet, csak és kizárólag munkahelyvédelemre. Ráadásul ugye a magyar, még a tavaszi első válság hullámkor beindított bérpótlási munkahelyvédelmi program, az egy icipici kis programocska volt, alig 50 milliárd forintot költött rá a kormány. Ez összegben pontosan ugyanannyi, amit a Semjén Zsolt féle vadászati világkiállításra szánnak. Tehát a válság miatt emberek százezrei kerültek nehéz helyzetbe, veszítették el az állásukat. Ez annyit ér az Orbán kormánynak, mint a semmilyenféle vadászati világkiállítás. De még ez az icipici program is augusztus végével megszűnt. Vagyis szeptember 1-e óta, most már meglehetősen hosszú ideje, semmiféle bértámogatási és bérpótlási program nincsen Magyarországon. Sem a cégek nem kapnak ilyet, sem pedig a munkavállalók nem kapnak ilyet. Úgyhogy mint a falat kenyér, annyira kell az uniós segítség, mert mind összegében sokkal több, mint az Orbánéké, meg végre történne valami, mert szeptember 1-e óta most már egy fikinget sem költünk el. Bármilyen ellenőrző mechanizmus sem mögött van, hogy amit ebből a magyar kormány lehív, azt hova rakja és mennyire hatékonyan használja föl. Ugye ön is említette, hogy nem biztos, hogy a legjobb helyekre jutnak ezek a támogatások, illetve ugye például Budapest nagyon szeretne támogatást a munkahelyek megtartása érdekében, de hát oda meg nem jut. Természetesen van, minden Európai Uniós forrásnál van ilyen ellenőrzés, de ezt most, mivel senki nem bízik már abban az Európai Unióban, az Európai Unió testületeiben, hogy az Orbán kormány arra költi az uniós pénzeket, amire az egyébként való. Például ez a program arra való, hogy a munkahelyeket megvédjük, pénzt adjunk a kis- és középvállalkozásoknak, hogy ne bocsássák el az embereket, vagy ha már elbocsátották az embereket, akkor azoknak, akik elveszítették a munkájukat, nekik érdemi támogatást adni. Szóval ezt már senki nem hiszi el az Orbán kormánynak, mert megtanulták, hogy a Magyarországra jutó uniós pénzek nem az emberekhez, az önkormányzatokhoz, hanem a Mészáros Lőrincekhez jutnak. Ezért aztán mindenhonnan azt halljuk, és ez egyébként rendben is van, hogy árgus szemekkel fogják figyelni ennek a pénznek az elköltését. Icipicit félek is attól, amit ön a kérdésében talán sugalni akart az elején, hogy egyáltalán fognak ebből a pénzből érdemben költeni, mert megtanultuk, hogy Orbánék, ha nem magukra költhetik az uniós pénzt, akkor nem nagyon érdeklődnek a dolog iránt. Ugye az egyik közleményében azt is hangsúlyozta, amiről eddig már beszéltünk, hogy újra kell indítani a bértámogatást, de hogy meg kell duplázni a családi pótlékot, és a nyugdíjasoknak azonnali 50 ezer forintos nyugdíjkiegészítést kellene adni. Mindenkinek meg kellene duplázni a családi pótlékot, és minden nyugdíjasnak? Mert hogy ugye nyilván van a körben olyan, aki erre annyira nem szorul rá, és akkor nem biztos, hogy oda érdemes adni a pénzt. Ha mondjuk ők dönthetnének. Márciusban, áprilisban, mikor beindult az első hullám, és egy hatalmas gazdasági válság bontakozott ki, egyébként nagy hír, hogy végre a pénzügyminiszter is ugye a tegnapi vagy a mai napon elismerte, hogy nagyon nagy a baj, és még nem is tudják, hogy hogyan lehet ebből kilábalni, akkor a DK először egy 22 pontos válságkezelő csomaggal jött elő. Akkor a kormány annak minden pontját elutasította, most már néhány pontját, például az orvosbéremelést már átvenni. Mi már akkor tavasszal azt mondtuk, hogy 50 ezres egyszerű nyugdíjkiegészítés van szükség mindenkinek, mert válság idején egész egyszer nem lehet válogatni. Ez az a helyzet, amikor igaz a régi-régi mondás, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Nem lehet egy jövőbeli, évekkel későbbi hazug 13. havi nyugdíjszerű emeléssel kiszúrni a nyugdíjasok szemét, mert most ebben a pillanatban nem tudják megvenni az élelmiszert, mert most vannak ebben a nehéz helyzetben. A
nyári hónapokban rekordinfláció volt Magyarországon, a 27 tagú Európai Unióból nálunk volt a legnagyobb, különösen igaz ez az élelmiszerekre. Szóval ezért mondtuk mi azt, hogy most nem lehet nézni a rászorultságot, minden nyugdíjasnak, minden családnak azonnal segíteni kell, mert ez egy egyszeri segély. És hát különösen igaz ez arra, amit ön is mondott a családi pótlékra, Magyarországon utoljára a családi pótlékot a Gyurcsány kormány emelte, az pedig nem mostanában volt. Ugye másik fontos és friss hír, hogy az Európai Parlament megszavazta azt, hogy jogállamisági mechanizmust akar a költségvetés mellé. Ugye azt tudjuk, hogy most a tanács, az Európai Bizottság, meg az Európai Parlament pingpongozik egymással, hogy mennyire szigorúak legyenek ezek a jogállamisági feltételek, de most úgy tűnik, hogy az Európai Parlament kicsit szigorúbb verziója fog életbe lépni. Mit jelent ez konkrétan? Mondjuk a 24.hu-nak adott egy interjút az Európai Parlament szociáldemokrata alelnöke, és ott a Klubrádió ügyét konkrétan említette, hogy szerinte ilyen esetekben nem lehet várni, hanem az Európai Bizottságnak a bíróság elé kellene vinnie Magyarországot. És a példája az az volt, hogy Lám CEU ügyben is, mire megszületett a döntés, az élet tovább ment, és a CEU már nem Magyarországon működik főleg. Szóval, hogy ilyen konkrét ügyekben ez a jogállamisági mechanizmus mit fog jelenteni? Körülbelül azt, amit ön egyébként az előbb mondott. Eddig az Európai Unió úgy működött, hogy ha valaki a jogállamisági szabályokat nem tartotta be, ez egyébként nem Magyarország, hanem a magyar kormány, mert senkinek nincsen baja sem Magyarországgal, sem a magyar emberekkel, csak a magyar kormánnyal, akkor utólag évekig tartó eljárásban ki lehetett ezt deríteni, mikor már az egész ügyön régen túl voltunk, ön is mondja helyesen a CEU-nál, már rég elköltöztek az országból, nincs mit javítani, reparálni a helyzetben. Ehelyett az új jogállamisági mechanizmus azt jelenteni, hogy ha az országban nem működnek az ilyen típusú garanciák. Ha az uniós pénzek nem az emberekhez kerülnek, hanem az oligarchákhoz kerülnek. Ha elveszik a Klubrádió frekvenciáját, amit ön is említett, hogyha nincsen sajtószabadság, ha be lehet zárni az indexet és folytathatnám a sort, akkor az Európai Uniós pénzeknek a folyósítását fel lehet függeszteni. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, egy hatalmas előrelépés lenne. Teszem hozzá, hogy ha ez megtörténne Magyarországon, akkor egy átlag magyar ember sajnos nem nagyon érintene ez a dolog, mert sajnos eddig sem jutottak el az átlag magyar emberekhez az uniós pénzek, hanem Mészáros Lőrincek és Garancsik feneketlen zsebében landoltak ezek a pénzek. Pont ezt szeretnék megállítani. Az Európai Uniós adófizetők szívesen adnak pénzt a saját munkájukból, a saját adójukból a magyar embereknek, a magyar kisvállalkozásoknak, a magyar önkormányzatoknak. De nem szívesen adnak pénzt Orbán Viktor üzletfeleinek. Hát, és azt hiszem érthető. Ha mondjuk úgy nézzük, hogy ha valaki a Klubrádiót hallgatja, és szeretném majd mondjuk jövő nyáron is hallgatni, vagy a CEU-n szeretett volna tanulni Budapesten, és nem Bécsbe járni, akkor ilyen szempontból azért sokakat érintenek ezek az ügyek. Természetesen, de leginkább az egészet átszövő iszonyatos korrupció. Hát látjuk már, hogyha egy Fidesz körüli oligarcha elindul egy pályázaton, akkor lassan már mások nem is indulnak, mert pontosan tudják, hogy előre le vannak játszva ezek a helyzetek. Egészen elképesztő az, hogy a német, egy holland vagy egy spanyol adófizető azt mondja, hogy miért küldjem én a saját pénzemet Orbán Viktornak, egy tőlem keletre lévő ismeretlen despotának a zsebébe, hogy ő még egyszer luxusjakton tudjon utazni, és a spanyai még egyszer magánrepülőgépen tudjanak utazni. Teljesen érthető, hogy nem akarják ezt csinálni. De az, hogy felzárkozzon Magyarország, hogy a magyar önkormányzatok, vállalkozások pénzhez jussanak, az viszont közös érdek, arra kapnánk pénzt, erről szól ez a jogállamisági mechanizmus. És ha megengedem még egy fél mondatot, mert éppen ma reggel mondja a miniszterelnök, hogy ez egy baloldali támadás Magyarországgal szemben. Imádom ezt a szövegét, a baloldali támadást. Az Európai Parlamentben ezt a javaslatot 521 igen szavazattal, 152 nem szavazat mellett fogadták el úgy, hogy a kereszténydemokrata jobboldali néppárti frakció szinte teljes egészen támogatta. Szó sincsen baloldali összeesküvéstől, a normálisak vannak az Európa ellenesekkel szemben. Orbán ebbe az icipici gyenge táborba az Európa ellenesekkel. Érdekesek ezek a szavazati arányok, valóban köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, további szép estét, a reklám után folytatjuk.